Munkaértekezletet kezdeményezett a megyei agrárkamara a munkaügyi központtal annak érdekében, hogy közfoglalkoztatottakat alkalmazhassanak a mezőgazdasági termelők a szezonális munkák idején. Mindenképpen elsősorban azt szeretnénk, ha őszre sikerülne azt az álláspontunkat átvinni a törvényjavaslattal, hogy a idény munkára is járulék kedvezményt, vagy támogatott valamilyen rendszerben az idénymunkások is részesüljenek, ugyanis a 3 hónap betakarítási időre el tudnánk vinni ezeket az embereket a közmunkaprogramból. Ez a mi számításunk szerint 50 milliárdot is meghaladó összeg maradhatna bent, ha ezek nem a közmunkába, hanem a versenyszférába történik el legalább a 90 napot. A közfoglalkoztatottak döntő többségét az önkormányzatok alkalmazzák annak érdekében, hogy ne kelljen segélyeket fizetniük, hiszen az a település kasszáját terheli. Így viszont a mezőgazdasági szezonban munkaerőhiány keletkezik. A megbeszélésen a megyei közgyűlés alelnöke is részt vett, aki szerint meg lehet találni azt a megoldást, amely mindkét fél számára kedvező lehet. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból nagyon informatív volt ez a mai megbeszélés, és egyértelmű következtetése az, hogy a kölcsönös érdekek mentén a szabályozóknak a speciális igényekhez történő alakításával megtalálhatók azok a megoldások, amelyek biztosítják azt, hogy az idénymunka és a szezonális jellegű mezőgazdasági tevékenység zöldség-gyümölcságazatban szükséges élő munkaigény az kielégíthető legyen. A munkaügyi központ igazgatója elmondta, a jelenlegi szabályok a hosszabb távú foglalkoztatást részesítik előnyben, azt támogatják, ezért meg kell keresni annak a lehetőségét, hogy hogyan vonható be az idény jellegű munka a támogatási rendszerbe. A mai nap folyamán áttekintettük ezt a problémakört az Agrárgazdasági Kamarának a részvételével és polgármesterek részvételével. Köztük feszül bizonyos ellentét egyrészt a közfoglalkoztatás, másrészt pedig az agrárvállalkozások témakörében, és hát ugyanarra az időpontra tevődik a fő csúcs az idén jellegű munkák vonatkozásában, amikor az önkormányzatokat is és az agrárvállalkozásokat is terheli, tehát igazán munkaerőre van szükségük. Én azt gondolom, hogy meghallgattunk minden érvet, ezeket az érveket mindenképpen rögzítjük, és ezeket továbbítjuk a főhatóságunk részére. Én úgy gondolom, hogy olyan támogatási, szabályozási rendszert igyekszünk kialakítani, és erre nagyjából most így megállapodási született, amivel ezt a folyamatot azért elő tudjuk segíteni, és ezeket az információkat pedig mindenképpen a főhatóság részére, a belügyminisztérium részére, a gazdasági minisztérium részére, a kormányozató részére mindenképpen továbbítjuk. Csúcsidőszakban akár 40-45 ezer ember is dolgozhat egyidejűleg a kertészetekben, és ennek legalább 85-90%-a szigorúan teljesítmény alapján fizetett napszámos. A megbeszélésen az agrárkamara elnöke azt is elmondta, ha a bér és járuléktámogatást kapnának az idénymunkára, akkor annak egy részét továbbadhatnák a foglalkoztatottaknak, ami magasabb bért és ösztönzést jelentene számukra.